nos habibitus, nos habibitus. Usicum annuam tutam, usquiascam sanat tutam, nos habibitus, nos habibitus. Tanszékvezetők, professzorok, kollégák!
keves végzett hallgatóink, rokonok, ismerősök, hölgyeim és uraim! A természettudományi kar immár hagyományosan az egyetem egyik legszebb közösségi terében, itt a aulában tartja a diplomaosztó ünnepség. Méltó helyszíne arra, hogy végzett hallgatóink átvehessék a több éves erőfeszítéseiket megkoronázó dokumentumot, az okleveket. Ezek között a falak között rendszeresen megfordulnak állami és önkormányzati vezetők, diplomaták, a közéletjeles képviselői, az ipar és gazdaság legbefolyásosabb reprezentánsai, hazai és külföldi társintézmények vezető. Mindez jól mutatja, hogy a 236 éves múltra visszatekintő Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mélyen beágyazódik a társadalom struktúráiba, és élő kapcsolatokat ápol minden olyan területen, amelyel tovább erősíthető az egyetemen folyó oktató-kutató és innovációs tevékenység színvonala, a társadalom szükségleteihez történő igazítás. Rád szervezett diploma rangot és elismerességet jelent. Ezt többek között az is mutatja, hogy a természettudományi kar képzéseim és a BME majdnem összes szakán a felvételi ponthatára maga területén hosszú évek óta országosan a legmagasabb. A mai ünnepségen 122 olyan hallgatónak adhatunk át a levelet, akik a matematika és a fizika alapszakon, a matematikus, alkalmazott matematikus, fizikus és kognitív tanulmányok mesterszakokon, illetve a hagyományos 5 éves mérnökfizikus képzésünkből fejezték be tanulmányunk. Külön örömünkre szolgál, hogy 29 hallgatónk kiemelkedő munkáját kitüntetés a sok levélnek is elérjük el. Közhely, hogy a diploma birtokában magasabb keresetre számíthatunk a munkaerőpiacon. Egy friss felmérés szerint ez a jelenség Magyarországon még Európai Uniós összehasonlításban is kiemelkedő mértékben érvényes. A világ fejlett országai tömörítő gazdasági együttműködés és fejlesztési szervezet, rövidítéssel OECD, kedden publikálta éves jelentését az oktatással kapcsolatos folyamatok elemzésére. Ebből többek között kiderül, hogy ha az érettségi birtokában Magyarországon megszerezhető átlagos jövedelmet 100 egységnek veszünk, akkor alapképzéses diplomával az átlagos jövedelem 172, mesteri diplomával vagy doktori fokozattal pedig 234 egység. Látható tehát, hogy erős egzisztenciális érvek is szólnak az egyetem elvégzése és lehetőleg a mesteri diploma megszerzése. Egyetemi tanulmányaik alatt hallgatóink az ismeretek elsajátítása és a kitartó, kemény munkára való képességi fejlesztése mellett beletanulhattak az értelmiségi létformába is. Az új gondolatokra való nyitottság, a közösségekhez való felelős hozzájárulás, a folyamatos tájékozódás az önképzés világába. Oktatóink a korszerű, jól használható ismeretek tanítása mellett mindig törekedtek ennek a mentalitásnak az átadására is. A megszerzett, de nem karban tartott tudás romlékony és esett. Koptatja a felejtés, leértékeli az ismeretek elavulása, az új gondolatok, eszközök, eljárások megjelenése. Érdemes megszívleni tehát a jó pap politikai mondás igazságát. Saját szakmájukat csak azok művelhetik hosszú időn át, magas színvonalon, akik folyamatosan dolgoznak saját tudásuk korszerűsítésén és figyelemelkésén szakmájuk ügyonság. Önök közül többen folytatják tanulmányaikat valamelyik képzésünkön, de mi azok sorsára is kíváncsiak vagyunk, akik a munkaerőpiacon mérhetik meg a náluk szerzett tudást. Kérjük, hogy tapasztalataikkal és észrevételeinkkel segítsenek minket, oktatói munkákat még hasznosabbá,
hatékonyabbá. Kedves végzelet hallgató, büszkék vagyunk önökre. És önök is büszkék lehetnek a most kiosztandó oklevelünkre, amelynek birtoklása rangot jelent, és amely mögött oly sok munka és magas színvonalú tudás. A következő évtizedekben az önök korosztályának teljesítményén múlik az ország jövője. Kamatoztassák jól az itt megszeretett tudásunk. Gratulálok a friss diplomásoknak. Számítok önökre. Köszönjük szépen dékán úr nevéjét. Elsőként matematikus diplomák átadására kerül sor. Felkérem dékán urat, és képportárkos igazgató urat, hogy közösen adják át a dokumenteleket. A szólított hallgatókat pedig arra kérem, hogy a jobb oldali lépcsőn jöjjenek fel átvenni a dokumenteleket, majd az emelni előtt elhaladva bal oldalon menjenek le. Végül az ottani asztalnál alá kell írni a doklevél átvételét gondoló dokumentumot, és csak azt követően menjenek a helyükbe. A diploma átadásakor egy kis ajándékkal is szeretnénk kedveskedni végzett hallgatóinknak. A hagyományostól és a végébe beépített pendrive a múlt és a jövő összefonódásának is jelképe. Először a matematika alapképzési szakon végzett hallgatók diplomájának átadása következik. Kitüntetéses oklevelet kapnak Balla Réka, Gál Kristóf, Szőke Márton Péter, oklevelet kapnának továbbá Pálint Lilla, Bártfai Ádám Tamás, Dornai Zsófia, Faber Márton, Harján Petra, Egy Ferenc Dániel, Horváth Sándor, Illényi Zsófia, Kerékgyártó Márk, Bombis Claudia, Krisztián Jonatán, Mikó Rita, Pap Júlia,
Pintér Tamás, és Somogyi László Benyámi. A matematikus mesterképzési szakon a négyzet hallgató diplomájának átadása következik. Kitüntetéses oklevelet kap Sipos András Árpád. Schrempf Dóra. Naigás Zsófia. Oknevelet kapnak továbbá Berman Júlia, Faragó Dávid, Somogyi Ákos, Száz Tünde, és Tuda Zsanett. Az alkalmazott matematikus mesterszaki diplomájának átadásával folytatjuk. Kitüntetéses oklevelet mehet át Nagy Martell. És Pál Katinka Pálma. Oklevelet kapnak továbbá Baranyi Máté, Benyhe Ágota, Odosi Szabolcs, Horváth Noémi Doroti, Rokai Rudolf Dániel, és Stolner Dávid. Köszönjük szépen igazgató úr kezdeményezését. És a továbbiakban a kognitív tanulmányok mesterképzési szakdiplomájának átadására kerül sor. Fölkérem a Parti Anna tantékvezető asszonyt, hogy Ékenúhoz csatlakozva közösen adják át a szakon végzett hallgatóknak a szakleveletekkel. Kérem, hogy az első hallgatónak a helyén adják oda a diplomát. Oknevelet kap Bocskai Gábor.
kitüntetéssel sok levelet vehetnek át. Babitki Ákos. Bősz Emília. Hegedűs Eszter. József Luzsina. Klink Vanni. Nagy Boglárka. Oltványi Gábor József. Oklevelet kapnak továbbá Bátori Noémi, Berki Péter, Burumáté Kristóf, Dombóvári Márk, György Erika, Mészáros Gergely, és Reicher Vivien. Köszönjük szépen Légán úrnak és a tégmenető a fönnyenek a közöműködést. Most pedig fölkérem a Wigner Jenő Kamara Kórus ünnepi műsorok előadására. A kórus vezetője Mátyás Karácsony Zsuzsanna. Két alkalmunk tőlük, Páros Lajos tábortűznél című dalát, valamint ismeretlen katalán szerző, Álmom régen messze tűnt című szerzemény. Oh,
Nagy Viktor,
Simó Csaba. Szász Sagrén Dávid György. Szilvás Léka. Tamás Gábor. És Tóth Boglárka. A fizikus eseteképési tag, kutató fizikus, valamint nanotechnológia és anyagtudomány, továbbá optika és fotonika specializációin végzett hallgató diplomájának átadása következik. Közülük kitüntetéses oklevelet kapnak Nyári Bennekusz Tamás, és Opátovic Zoltán. Oklevelet kapnak továbbá Petőhári Zsolt, Bont Gergely, Csősz Dániel, Csősz Gábor, Éles Bálint Máté, és Enikő. Kolarics Sándor. És Medei Gréta. Kitüntetéses oklevelet kap közülük Vejt Kristóf Tamás. Oklevelet kapnak továbbá Árbóth Márton, Bakaméri Gergő, Erdős Boglárka, Györkös Réka,
Király Bálint. Kirknov Péter. Merit Mikó Lihárd. És Orosz Gergely Imre. Megköszönjük Horváth Miklós dékán úr és Titus Szabolcs igazgató úr közreműködését. Most pedig fölkérem Balog Nóra idik hallaképzési szakmondéket, immár mesterképzési szakmondanó hallgatónkat, hogy a diplomát most átverő nevében tartsa meg. Tisztelt dékán úr! Tisztelt elnökségi tagok, kedves rokonok, hozzátartozók, kedves hallgatótársaim! Nagy öröm most végignézni a boldog, frissen diplomát szerzett arcokat. Azzal a megtisztelő feladattal állok elétek, hogy egy pár perc erejéig együtt nézzünk vissza az egyetemen eltöltött évekre, és köszönetet mondjuk mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy most itt lehessünk. Ezen beszéd megírása az első egyetemi zárt helyi dolgozatomat idézte fel bennem. Annak idején nem tudtam, mennyi idő kell a felkészülésre, ahogy pedig közeledett a rettegett időpont, egyre bizonytalanabb voltam, vajon eleget tudok-e. Bizony, azóta meg kellett tanulnom beosztanom az időmet, és meg kellett tanulnom hatékonyan tanulni. Ha most visszagondoltak a frissen érettségített önmagatokra, és arra, kik vagytok most, azt hiszem, már érzitek, hogy mit adott nekünk a TTK-nál eltöltött pár év. Nagyobb változott a gondolkodásmódunk, a szemléletünk, az egész életünk. Annyi emléket, tapasztalatot és élményt szereztünk, melyet lehetetlenség lenne most egy pár perc összefoglalni. Ahogy ez a bizonyos első zárhelyi megírása, úgy az évek során még sok-sok kihívás, siker és kudarc is várt ránk. Apukám a nehéz pillanatokban azt mondta, sose felejtsd el, miért vagy itt. A cél szemben előtt tartva azt hiszem, mindannyiunknak meg kellett tanulni táplálni a kisebb kudarc után, felelősséget vállalni döntéseinkért, hogy végül most itt legyünk. Köszönjük a BME természettudományi karának, hogy életünk legemlékezetesebb éveihez, tudásunk gyarapításához keretet, közeget és támogatást nyújtott. Hálásak lehetünk oktatóinknak is, akik sok kérdésünket megválaszolták ugyan, azonban még ennél is több érdekes és bizony izgalmas kérdésokat vetettek fel nekünk természettudományok különböző területein. Tanáraink tudományának elkötelezettsége, gondolkodásmódja, a mi szemléletünk is színesítette. Számomra az is meghatározó élmény, hogy TTK-s hallgatónak lenni egy közösségben tartozást is. Szeretném megköszönni a TTK öntevékeny köreinek, a hallgatói képviseletnek és a Vigmerenő szakkollégiumnak, hogy a TTK-ra járó mindegyike megtalálhatta a közösséget, mely jól is szolgál. Személyesen szeretném megköszönni a szakkollégium tagjainak munkáját és azt a hatalmas élmény és tapasztalatot, melyet eddig szerettet elnök nélkülük soha nem tapasztalhattam volna meg, hogy milyen érzés felülni egy cirakétát, vagy egy egész szakkollégium gyűlését megszervezni, levezetni, vagy bátran sok ember előtt beszélni. Mondjuk most köszönetet hallgatótársainknak is az általuk közvetlen segítségét. Végül, de nem utolsó sorban, pedig köszönjük meg a családunknak, rokonainknak, barátainknak azt a szeretetet és támogatást, nélkülük azt hiszem, nem lett volna. Búcsúzóul azt kívánom nektek, hallgatótársaim,
hogy bármilyen is tudod bennetek az élet, bármilyen célért tűztetek is, ne csak a célra érését várjátok, hanem lejjetek örömet az oda vezető útban is. Végezetül, hadd mondjam el az erről szóló kedvenc mondási idézetemet. Az élet küzdelem és az ember célja a küzdés maga. Köszönjük szépen Balognónának az életére. És ezzel ünnepségünk végére értünk. Gratulálunk hallgatóinknak a diplomájukhoz, sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban is. Köszönjük szépen vendégeinknek, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Az ünnepséget a szózat eléneklésével és az elnökség kivonulásával zárjuk. Nos habibi humus, nos habibi humus.